Csollány és Attila. A Szentesi kiadású Alföldi Újság 1932. szeptemberi számából. Csollány Gábor amatőr régész. A Szentesi Múzeum megalapítója volt, számtalan leletet tárt fel a város határában. Kedvelt témája volt a hunok történelme, és Attila sírját is kutatta, könyvet is írt. Meggyőződésesként vallotta, hogy Attila valahol Szentes környékén lett eltemetve. Szinte rögeszméjévé vált ez a hit. Ehhez fűződik egy tréfás eset, melyet a helyi kiadású Alföldi Újság közölt 1932. szeptemberében. Csollány Gábor múzeumigazgatónak küldeménye érkezett. Miután kicsomagolta, jól szemügyre vette az első szempillantásra igen szenzációs értékűnek tűnő tárgyat. A lelet egy állati csontból készült tör volt, amelyen valóságos patinát készített már az idő. Laikus szemmel is meg lehetett állapítani, hogy az állati csontból készült tör hosszabb ideig földben volt, mert a csont külső részeit az idő megette, a porladás nyomai a csonttőr élein és markolatának szélén is világosan látszottak. A legérdekesebb azonban az volt, hogy a csonttőr markolatán két oldalt rovás írást fedezett fel. A rovás írás elsőre úgy látszott, mintha egyidős volna a csonttal. De figyelmesebben szemlélődés után megállapította Csollány, hogy a régi szitja betűk gyanúsak, mert feltűnően pontosan vannak rajzolva. A múzeum igazgató kíváncsian kezdett hozzá az írás megfejtéséhez. A tör markolatának egyik oldalán lévő felírás ismerős volt, egyszerűen leolvasta: Attila. A másik oldalon lévő rovásírás megfejtése sem volt nehéz, betű szerint balról jobbra olvasva ez a szó jött ki: Kanrobag. A rovás írást azonban visszafelé kell olvasni. Így a felirat összeolvasva így hangzott: Gábornak Attila. A történetet több verzióban is mesélték az emberek, és Csollány igen dühös volt miatta. Hát ha még látta volna Drahos István rajzát, amit nem is mertek megmutatni neki kollégái. A rajzon Csollány lufiként lebeg Szentes felett. A város melletti szántóföldből egy ököl nyúl ki, és fügét mutat neki. A karra ez van írva: Attila. Rózsa Gábor mesélte, hogy Csollány egy alkalommal sürgőt kapott Dezső nevű fiától, aki hozzá hasonlóan a régész pályát választotta. A Szegedi Múzeum igazgatója volt, és jól ismerte apjának Attilás hóbortját. A sürgőnben ez állt: apa, megvan Attila, gyere azonnal, stopp, Dezső. Csollány azonnal elindult Szegedre, és fia lakására hajtatott. Hol van? Kérdezte az ajtót nyitó fiától köszönés helyett. Ott az ágyom, Anna épp szoptatja, mutatott Dezső befelé. Kedves papa, megszületett az első unokád.